az, hogy ilyen szép számmal összegyűjtetek, és azzal kezdeném, hogy tegeződjünk szerintem. A vízparton úgy is biztosan tegeződnénk, úgyhogy a hajózás olyan történet, ahol nem nagyon ismerik a magázódást. Még így talán egy kicsit közvetlenebb is lesz ez a beszélgetés. És szándékosan nem előadásnak hívom, bár készültem egy jó pár fóliával, úgyhogy az elején mesélek egy kicsit, de azt szeretném, hogyha bátran kérdeznétek, akkor lesz igazán eredményes ez a mai alkalom, hogyha tényleg el tudunk menni egy beszélgetős irányba. Az anyaggal, vagy itt az előadás részével is eleve úgy készültem, hogy elég sok kérdést kaptam, hogy mi érdekelne titeket. Ezeket kigyűjtöttem, és megpróbálnék mentén menni, de hogyha esetleg valaki nem kapott volna választ a kérdésére, akkor bátran utána is nyugodtan. Megpróbálok osztani egy PPT-t, kicsit felolvasva. Látható? Igen. Oké, köszönöm a visszajelzést. Jó, magamról csak röviden egy pár szót. Én 2001-ben kerültem a tanszékre, akkor még polimertechnika és textiltechnológia tanszék volt. Cigány Tibor professzor úr akkor vette át a tanszéket, és hát nem véletlenül kötöttem ki ott, mert kompozitok nagyon érdekeltek már akkor a hajók miatt. Nem olyan családból származom, hogy beleszülettem volna a hajózásba, de kisgyerekkorom óta érdekelt, és hát úgy adták a lehetőségek, hogy akkor lehetett közöm a hajózáshoz, hogyha ezzel valamilyen szinten profin foglalkozom. Tehát nem nagyon fért bele, hogy csak úgy hobbiként vitorlázzak, és akkor emiatt döntöttem amellett, hogy megpróbálok már az egyetemi tanulmányok alatt úgy orientálódni, hogy hajókkal foglalkozhassak, és hát így kötöttem ki a polimeren. 2009-ben doktoráltam szálerősített anyagokból, de közben 2006-ban megcsináltuk a FAR-Kft-t, és utána egy jó darabig vállalkozóként csak a hajókkal és a kompozitokkal foglalkoztam, és 2016-ban jöttem vissza adjunktusként, nem adtam fel a céges életemet azóta se, hanem így párhuzamosan próbálom a kettőt futtatni, remélhetőleg mindkét fél előnyére. És hát akkor, itt nem tudom, hogy tudok némítani, bocsánat. Így, ha minden igaz, most sikerült. Ezzel a videóval kezdeném az egész előadást. Itt a L'Occitane nevű IMOCA 60-as hajó látható, ami már egy elég komoly stabilizátor szárnyakkal felszerelt, nagy teljesítményű hajó. Most nemrég futott be az idei vendéglóbon. Ez a vendéglób challenge ugye az a verseny, amin Fanándor is indult, szóló földkerülő verseny. Franciaországban szabdalomból indulnak a versenyzők, és egyedül segítség nélkül, kikötés nélkül megkerülik a földet. 11. helyen futott be a hajó, ez a hajó, és ennek az a legfőbb érdekessége, hogy bár viszonylag kevesen tudják róla, de itthon épült Magyarországon, a Pauger Kft. Üzemében. Ami egy óriási dolog, óriási szó, hiszen ez a hajó, ez tényleg mindent felvonultat, ami technológiában ma elérhető. Teljes egészében szénszálas kripleg anyagból készült, Nomex mése egy szendvics szerkezetben, és ráadásul Magyarországon először itt láttam olyan technológiát, amit korábban már Ausztriában a Fisher Advanced Composite Components-nél láthattam. Mégpedig az, hogy felszerelt projektorokkal, lézerrel vetítik a terítékeket, ami terítékeket nagy plottergépeken szabnak, és így elképesztő pontossággal valósítható meg egy ilyen hajó. Tehát a tervező asztal és a valóság közt a lehető legkisebb a különbség pontosságban, tömegben, stb. Tehát itt az élő példa, hogy Magyarországon is van értelme hajóépítésről beszélni.
Sőt, a Pauger Kft. Olyan szinten benne van, nem csak Európa, hanem az egész föld hajós közösségének az életében, hogy tényleg Új-Zélandban, San Franciscóban, Nyugat-Európában, Ázsiában, mindenhol belefut az ember a termékeikbe, nem csak a hajóikba, hanem az árbócaikba, ugyanis az egyik fő profiljuk az árbócgyártás, nagyon sok világszinten elismert óriási gyártónak a gyári beszállítói. De az itt látható hajó, ez a Black Pepper, azt hiszem 65 lábas modellje, egy francia gyártó, a Black Pepper, ennek is a kompozit munkáit a Pauger végzi. És még egy igen komoly Pauger referencia, ez pedig a Resselkutz 44-es flotta. Ha megnézitek a vitorla feliratokat, akkor látható, hogy svéd, orosz, szintén orosz, szlovén, monakói, tehát tényleg nagyon nemzetközi csapatot vonultat fel ez az RC 44-es flotta. Itt a Resselkutz neve is olyan, mint autóversenyzésben Michael Schumacher neve, vagy Niki Lauda neve volt, tehát ő aztán tényleg végignyert mindent, Amerika kupát is beleértve, és hát az ő neve alatt fut ez a 44 lábas hajó, aminek eleinte csak a testét készítette a Pauger Kft., aztán kompletten a rudazatot tőkesült is. És hát ezzel a hajóval kapcsolatban talán nem is csak maga a versenysorozat, hanem bocsánat, lézer mutatóról vissza kell váltani. Bocsánat, itt gyorsan megy valami miatt a videó, ilyenkor egy probléma volt, a PowerPoint nem nagyon akarta beilleszteni. Itt a legeslegelső ilyen RC44-es hajó látható, amin a magyar SSL csapat edzéseit láthatjátok épp. Ez az SSL, ez a Star Sailing League, egy mostanában indult igen komoly nemzetközi versenysorozat, amiben mostantól magyar csapat is részt vesz majd. Berec Zsombor a csapatkapitány, őről, ha esetleg valaki nem hallott volna, az eddigi valaha volt legsikeresebb magyar vitorlázó, olimpián is aktív hajóosztályban nyert most világbajnokságot, és hát elég sok olimpikon van a fedélzeten, vagy közel olimpikon, például a Gyapjas testvérek most egy helyen maradtak le az olimpiai kvótáról, de fedélzeten van Goszlet Marcel, aki Sydney-ben volt 470-esben induló, úgyhogy igen komoly csapat állt össze. Most jelenleg 56 nemzet nevezett erre a Star Sailing League versenyre, amit ilyen RC44-es hajókon fognak most valószínűleg megrendezni, és ami miatt kiemelkedő ez az egész versenysorozat, hogy ugye a high-tech versenyek közt itt az Inokát, tehát ezt az előbb bemutatott Open 60-as sorozatot szokták említeni, az Amerika kupát, ami szintén most nem rég ért véget új-zélandi győzelemmel, de hát ez mind a kettő horror pénzeket felemésztő vállalkozások, és itt most úgy tűnik, hogy ebben az SSL sorozatban jobban lehet afelé menni, hogy ne csak a technológiai fejlesztés legyen a fő meghatározó, hanem ténylegesen a vitorlázó tudás. Tehát ilyen szempontból, szakmai szempontból ez egy igen magas szintű versenysorozat lesz, amiben hál' Istennek már igen komoly magyar csapat is indul, és hát magyar gyártású hajókkal fognak indulni. Számunkra külön büszkeség, hogy a kísérő hajó egy várhajó. Bocsánat, megpróbálok lapozni tovább. Tehát így röviden bevezetésként ennyit szerettem volna, csak annak alátámasztására, hogy igenis egy ilyen kis országban is, aminek még tengere sincs, van értelme hajóépítéssel foglalkozni, és igen komoly szinten folyik ez a hajóépítés. Most itt a Paugert emeltem ki, ilyen szempontból ők a legnagyobbak és a legkomolyabb cég az országban, de azért jó néhány igen komoly gyártó megtalálható még. És még egy gondolat csak ennek kapcsán, hogy amikor például Düsseldorfban Európa legnagyobb hajó kiállítóként részt vettünk egy közös magyar standon, akkor egyértelműen megfigyelhető volt, hogy a magyar hajóépítés sokkal inkább high-tech, mint az ott jelenlévő
hajók nagy többsége. Ez nem teljesen véletlen, hiszen Magyarországon Nyergesújfalun található a Zoltek üzem, szénszálgyártó üzem, azóta már a Toreihoz, japán cégcsoporthoz tartozik, de tudomásom szerint ez a világ legnagyobb szénszálgyártó üzeme volt, legalábbis a nehéz, inkább ipari szénszálak tekintetében. Na most az, hogy ilyen komoly üzem már jó ideje Magyarországon van, ez valahol hozta magával, hogy a szénszálas hajóépítés is talán előbben indult, mint egy-két tényleg high-tech európai országot leszámít. Egy-két tényleg high-tech hajóépítéssel is foglalkozó európai ország volt, Olaszország vagy Franciaország tartozik ide, de talán mondhatom azt, hogy az összes többi helyen inkább a hagyományosabb, túrásabb, kényelmesebb hajóépítésre fókuszáltak, nem ennyire a high-techre. Magunkról, mint Fláról röviden annyit, hogy tervezéssel és gyártással foglalkozunk, most már 15. éve piacon vagyunk. Hát itt láthatóak a számok, hogy sok hajó tervei megszülettek, ezek egész jó arányban meg is épültek. Nem éri el még a 100 darabot az általunk gyártott hajók száma, de lehet kicsit vagyunk, és hát nem csak saját tervekből gyártunk, hanem bérmunkát is végzünk, nem is csak hajós munkát, hanem ipari munkákat is, és hát vannak már eladott hajóink Németországban, Ausztriában, Svédországban, Olaszországban, illetve hát elkezdtünk egy márkakereskedő hálózatot kiépíteni, de hát ez picit vagyunk még, hogy ennek nagyon realitása legyen. Ugye említettem, hogy hajók mellett másban is utazunk, két telephelyen vagyunk Egyeken és Palosznakon, 10-12 munkavállalóval, ebből 4 mérnök, ami arányaiban azért nem rossz. Ipari munkákat is csinálunk, itt láthattok milyen referencia munkát, és hát viszonylag régóta van egész komoly CNC marunk, így az ős minta és szerszám készítésben, meg az egyedi építésben is elég rugalmasak tudunk lenni. Innovációt említettem, Budapest Bócson van egy ilyen újdonság pályázat, ott a legtöbb díjat nyert cég vagyunk, de ilyen design díjat is nyertünk, meg a legnagyobb büszkeségünk, hogy annak idején jelöltek az Éve Európai Atya díjra a 37-es hajunkkal, erre ilyen régiós példa még nem volt. Két kiemelt referencia, a Fanándor Imoka 60-as hajójának a társtervezője, volt Déri Attila, a kollégám, üzlettársam, és hát a Víza elég legendás hajó a Balatonon, ezt átterveztük, átépítettük, és az átépítést követően még 4-szer nyert Litvai Farkaskék szalagot ezzel a hajóval. Egy picit még a termékeinkről, a legkisebb beszálló modellünk egy 18 lábas sporthajó, itt épp Molnár Dávid és Virág Flóra a fő mancsaftok, Bond Gergő egyik kollégám öccse kíséretében, ők most indultak szintén az olimpiai kvalifikációért, akkor a 15-es katamaránban sajnos nem jött össze, de majd reméljük, hogy 24-ben már is összejön. Ez egy 20 lábas hajónk, billentető tőkesúlyjal, teljesen szénszálas szerkezetű, aszimmetrikus vertekkel, vingárbóccal, tehát egy elég komoly technológiát felmutató hajó. Ez a 26-os modellünk, ez már teljesen triplex szerkezetű, elsőként Magyarországon dinamikus stabilizátor szárnyat kapott a hajó, billentető tőkesúlyos, aszimmetrikus fertes, tehát ez is egy komoly gép. Ez a zászlós hajunk, a Flár 37-es, amit az Éve Európai Atya díjra jelöltek 2018-ban, mert sajnos nem mi nyertük a díjat, hanem a Benetónak az akkor bemutatott Figaro 3-as modellje, de hát azért a Benetóval nem egy ligában játszunk, úgyhogy már az nagy megtiszteltetés volt, hogy rajta zállhattunk. Bravo hajókat mi terveztük, a műanyag munkáit mi csináltuk, a Vitorlás Szövetség ilyenekkel szerelte fel magát és olimpikonjainkat. Ez egy hasonló stílusú edzőhajó, a Flár 5.3-as, csak jóval kisebb méretben, és hát elektromos hajtás sem került el bennünket. A Flár 5.7-es modellünk itt mindkét hajó elektromos hajtású, elég komoly teljesítményű, de hasonló stílusú edző és kísérő motorosok. Itt az innovációs eredményeink miatt a
Magyar Suzuki ZRT stratégiai partnerévé válhattunk. Egyedül a magyar állam rajtunk kívül a stratégiai partnere a Suzuki-nak, úgyhogy ez is egy elég komoly eredmény, eléggé büszkék vagyunk rá. És akkor röviden a mai előadásról. A témákat megpróbáltam így röviden címszavakban kigyűjteni, amiket kérdésként feltettetek. Itt láthatóak, most talán nem mennék végig rajta, hanem akkor kezdjünk is bele, és akkor, hogyha bárkiben hiányérzet lenne, akkor szóljatok majd. Először is nagyon röviden kompozit hajógyártás története, és akkor ebbe egy picit beleépítettem azt, hogy milyen élettartama lehet egy hajónak. Maga a kompozit gyártás az a múlt század első harmadában indult el igazából. Már a 19. század végén 1870-től gyártottak üvegszálat, de az nem volt alkalmas erősítőanyagnak. Véletlenül fedezték fel 32-ben ezt a húzott nagyszilárdságú üvegszálat, és ekkoriban indult el intenzíven a poliesztergyanták fejlesztése is. Ugye a háború az nagy lökést adott az egésznek, akkor még a repülőgépgyártásban is használták az üvegszálas poliesztert, ami manapság már igazán low-tech technológiának számít, de akkoriban ez nagyon modern dolog volt, Amerikában elég komolyan elindultak vele, és valószínűleg 42-ben Ray Green, egy ohiói polimeres hallgató hajója volt az első komoly kompozit hajó. Korábban is próbálkozott már Green ilyen üvegszálas poliészter hajó építéssel, de akkor még annyira ridegek voltak az akkori poliészterek, hogy nem igazán volt alkalmas hajóépítésre. Ekkor viszont 40-es évektől ugrásszerűen megnőtt az üvegszálas hajóépítés. Elkezdtek a segédanyagok és az eszközök is fejlődni. Például egész odáig nem voltak formaleválasztók, legalábbis nem kifejezetten kompozithoz. Disznózsírral vagy ilyen-olyan zsírokkal kenegették a formákat. Nyilván itt pillanatok alatt elindult profiba a dolog. És 47-ben már mondhatni, hogy sorozatban elkezdtek hajókat gyártani, 51-ben már 40 láb fölötti, tehát már 11 méter fölötti, 12 méteres hajókat gyártottak üvegszálas kompozitból. És hát az első komoly sorozatgyártás az valószínűleg a Triton volt. Itt egy szép felújított Triton hajó látható, és ezzel egy kicsit talán választ is adtam, hogy helyesen megépítve sok-sok évtized lehet egy hajó élettartama. És itt is elsősorban optikai meg alkatrészek felújítására volt szükség, szerkezetileg nem igazán nyúltak hozzá. Ez nem mondható el minden kompozit hajóról, de sokról igen. 60-as években tényleg már robbanásszerűen terjedtek az üvegszálas hajótestek, és ezzel lett, ha nem is hétköznapi dolog a hajózás, de egy sokkal elérhetőbb dolog a hajózás. Egészen odáig ugyanis nem lehetett sorozatgyártásról beszélni, tehát minden egyes hajó, akár fémépítésről, akár faépítésről beszéltünk odáig, az mind egyedi építés volt. Ugye fel kellett állítani egy bordavázat, és azt valahogy behéjalni. Itt a sablonok és a kompozit technológia fejlődésével lehetővé vált, hogy a rétegrend betartásával szinte teljesen egyforma darabok, nagyon hatékonyan, nagyon gyorsan kipottyannak a gyártószerszámokból, tehát ezt nevezhetjük már tényleg gyártásnak. Nagyon könnyű volt beszállni a bizniszbe, hiszen akkor még a környezetvédelmi előírások, egészségvédelem nem volt olyan jelentős. Gyerekcipőben járt a dolog, ugye hely kellett hozzá, lehetőleg fűtött hely olyan égtájon, egy ecset, egy-két henger, és alapanyag, és lehetett indítani a hajógyártást. Tehát boldogtalan elkezdett kompozitozni, de pont ennek megfelelően óriási szórás volt az egyes gyártók között, sőt egy-egy gyártón belül naponta is, attól függően, hogy épp
milyen állapotban volt az adott munkavállaló, vagy épp kinek a kezébe kerültek aznap a szerszámok. Kitűnő minőségű termékek is születtek, amik mai napig kifogástalanok. Tehát itt úgy írtam fel, hogy nyers gyanták. Itt a nyers gyanta alatt azt értettem, hogy ugye a környezetvédelmi előírások hiánya miatt például bőven volt sztirol és odavaló anyag a gyantákban. Manapság már ugye próbálnak minél kevesebb sztirollal gyantát gyártani az egészségvédelmi környezetvédelem miatt, de ez sajnos meglátszik a mechanikai tulajdonságokon is. Illetve nem voltak fejlett méretezési módszerek, ezért nem sajnálták az anyagot a hajókból, bőven túlméretezett hajókat építettek. És hát idővel elkezdtek a kézilaminálás mellett megjelenni a fejlettebb technológiák, a szászórás, a vákumzsákozás, a scrim, ez ugye a Zeman Composite Resin Infusion Manufacturing Process, tehát gyakorlatilag a vákum infúziónak a szabadalmaztatott változata, és hát megjelente az anyagok szélesebb spektruma, különböző szálelőgyártmányok, különböző fajta gyanták, gyantavezetőhálók, fóliák, tömítőanyagok, stb. És akkor itt egyből le is ragadnék egy kicsit a technológiánál. Volt egy olyan kérdés, hogy a technológia választásnak mik a szempontjai. Amit általánosságban el lehet mondani, hogy low-tech anyagoknál is érdemes lehet komolyabb technológiát használni, tehát egy sima üvegszálas poliesztert is érdemes infúziózni, de annak nincs sok értelme, hogy mondjuk kézzel elkezdjen valaki szénszálas mésejt szendvics szerkezetet laminálni, nem lesz jó vége. Technológia választásán nyilván a költségvetés egy fontos szempont, és hát itt nincsenek aranyszabályok, tehát kis szériáknál lehet, hogy olcsóbb a kézilaminálás, mint elkezdeni kísérletezni az infúzióval. Infúziónak ugye rengeteg segédanyag igénye van, és elég sok a hulladék, tehát emiatt költségesebb is, de az eredmény is jobb lesz. Tehát totál a hajó koncepciójától függ, hogy mit érdemes választani a rendelkezésre álló forrásoktól. Nyilván, hogyha ez egy high-tech versenyhajó, ahol minden kiló számít, akkor a pre-pack sem túl drága, és a mésejt szendvics maggal lehet súlyt megtakarítani. Itt felírtam ugye a szendvics magot három felkiáltó jellel, hiszen olyan döntő szempontok vannak, hogyha például súlycsökkentés miatt mésejtet használunk, akkor folyékony gyantát eleve nem szabad használni, kézzel laminálni vagy infúziózni nem lehet, akkor csak a pre-pack marad. Kézzel laminálva rosszabb minőséget lehet általában csinálni, mint vákum alatt vagy infúziózva, de könnyebbet. Nem telik fel az átszállás habnak a felvágott, nyitott felületi cellái egy kézilaminálás esetén, de például, ha egy habot kell egy laminátra ragasztani, azt vákum nélkül nem lehet normálisan megcsinálni. Tehát totálisan a rétegben, a költségvetés és a céloktól függ, hogy mi alapján válaszunk technológiát. Még egy szempontot írtam ide fel, az osztások számát. Tehát minél több osztás van egy szerszámon, vákumos technológiánál annál nagyobb a rizikó, hogy falsot szív, ami egy gyártási kockázat. Tehát mondjuk lehet olyan szempont is, hogy több osztásnál legalábbis az első réteget vagy első rétegeket kézzel tesszük fel, és csak utána vákumozunk. Illetve a B-felület egy fontos szempont még, hiszen lehet két oldalas szerszámban gyártani, de az általában rosszabb száltartalmat eredményez, rosszabb minőséget, de gyönyörű két oldali felületek. Ez inkább a teherautók, buszok, ilyesmik területe, high-tech gyártásban emiatt inkább egy oldalas szerszámban gyártunk, és ha szükséges, akkor hajóknál az a jellemző, hogy egy belső bukkalt jelemet egy másik egy oldalas szerszámból beragasztanak. Példát mondanék itt a technológia választásra és a technológiák keveredésére, és itt egy kicsit a tervezés is már bekanyarodik. Ez a FLAR 26RR hajónk, amit bemutattam. Itt a brief az nagyjából úgy szólt, hogy gyengeszelkre optimalizált hajót szeretnénk, emiatt nagy vitorlafelületek, kis nedvesített felületek, alacsony tömeg.
de a kis nedvesített felület az ugye keskeny vízbe merülő részt is eredményez, viszont a nagy vitorlafelületek miatt erőszerben kell a nagy visszaállító nyomaték, tehát nem volt kérdés, hogy billenthető tőkesült építünk, és az egyszemélyes használat szóló versenyzés miatt, hogy az orrba ki lehessen menni biztonságosan, megrendelői kérés volt ez a lesülyeztett tordek. És hát a nagy vitorla felület ugye nagy erőképetnek a hajón, masszív merek szerkezet volt szükséges, kisebb nedvesített felület miatt ugye súllyal nem akartuk tovább növelni a nyomatékot, tehát a billentést azt a lehető legnagyobb határig ki kellett tolni, és hát hogy ne súllyal növeljük tovább a nyomatékot, bekanyarodott ez a történet, hogy egy dinamikus stabilizátor szárny, ami a repülőgépek szárnyához hasonlóan egy oldalra kidugott szárny, a rajta ébredő erő egyrészt emeli a hajót, tovább csökkenti a surlódást, tehát a nedvesített felületet, másrészt viszont visszaállító nyomatékot generál. Tehát, hogy ez is szempont lett, viszont ennek is tömege van, mint a tőkesúly billentésnek is tömege van. Tehát ezek a plusz-plusz funkciók, ezek ugye mind-mind súlynövekedést eredményeznek, ráadásul azáltal, hogy itt lecsökkent a ordek magassága, ugye az ilyen rendes, normális, magas ordekhez képest kisebb az inerciánk, tehát a merevítő szerkezetét a hajónak egy standard kivitelhez képest meg kellett növelni. Nem volt kérdés, hogy technológiaváltás szükséges. Korábban ezt a 26-os hajónkat szénszáraz habszendvic szerkezetben vákuuminfúzióval gyártottuk. Itt annak érdekében, hogy a plusz funkciók miatt ne legyen extra nagy a tömegünk, emiatt pritekre váltottunk. Mésejtragasztót kell használni, de nincs habmag, aminek a felületi cellái, nyitott cellái, az átcellás hab ellenére ugye nyitott cellák feltelnek gyantával, tehát itt csak a maganyagban található gyanta mennyiségben ilyen megtakarítással számoltunk. Maga a maganyag is az, amit mésejt könnyebb, mint a hab, ennyi megtakarítással számoltunk, és hát a prikleg kisebb gyantatartalom az is jelent némi megtakarítást, úgyhogy összességében 50 kilóra számoltuk a lokális erősítések nélkül az alaprétegrenddel, a 8 méteres hajó, majdnem 3 méter széles alaptömegét, vákuuminfúzióval ez közel duplája lett volna. Erről mutatnék néhány képet, és akkor itt kicsit a gyártást is bemutatnám. Ugye mésejt ragasztó gyantafilm, ez pedig itt a biaxiális karbonpritreg. Itt látható a már a külső karbonrétegek bent vannak, itt a mésejtet elhelyeztük. A sverteknek a kibújó nyílása, ez a tőkesúlynak a fogadó része, ez pedig a DSS, a dinamikus stabilizátor szárnynak a kibújó pontja. Ez a levákumozott állapotban, ugye itt 90 fokon hőkezeltük az egészet, hogy a pritleg belátható időn belül megfelelően térhálósodjon, és itt pedig már a kibontott pritleg héba, a vákuuminfúzióval gyártott falakat építjük be. Asztalon, síklapokon készültek el ezek a falak, ugye teljesen más technológiával, de egyszerűen, mivel a hőkezelési lehetőségeink korlátozottak voltak, elég problémás volt a helyiséget felfűteni 90 fokra, nem vállaltuk be, hogy a falakat egyesével, vagy akkor a hatalmas asztalon elkészítve egyben, külön lépésben hőkezeljünk, hanem inkább itt bevállaltuk azt, hogy más technológiával, kicsit nehezebb szerkezettel, de így oldjuk meg. És ez egyben válasz arra a kérdésre is, hogy mennyire lehet szabad keverni a különböző technológiákat. Ráadásul ezek a falak simán kézzel vannak belaminálva az alapszerkezetbe. Tehát már ezen a fotón három különböző technológia megjelenik. A deck az szintén pritlegből készült, egy egyszer használatos eldobható sablonban. Itt néhány fotó látható, ez a tőkesúly fogadó része, egy ilyen nagy tölcsér, hogy ne kelljen a víztömítéssel bajlódni, emiatt inkább kialakítunk egy olyan részt, ahonnan nem tud kilökölődni a víz, tehát az ember cipel magával valamennyi vizet, de ez belefér. Itt már az összeszerelés, fantnyitartók főfalra rögzítve, itt láthatóak a deck összeragasztáshoz a kivágások, csiszolások készülnek, és hát itt látható például a mésejt struktúra a decken.
Ez már a felületkezelése a hajónak, fényezés után már szerelvényezve. A hajó kiállításon bemutattuk, ezzel akkor első díjat nyertünk, és hát a tömegadatok végül így néznek ki, hogy 245 kg a komplett hajó test, amiből 18 kg a dinamikus stabilizátor szárny, 12 kg ennek a szárnynak a háza, plusz a mozgató mechanizmus, és itt az extrém kis stabilitás miatt egy recovery rendszert beépítettünk, amit aztán a megrendelő kérésére ki is vettünk belőle, nem volt rá szükség, hál' Istennek, ami stabilizálja a hajót abban az esetben, ha a villantető tőkesúly rossz oldalon lenne valami hiba miatt. És hát nem sokkal vízretétel után ezzel a hajóval beállították a keszthelykemese rekordot, 20 percet javítottak a korábbi rekordon, amit egy sokszoros világbajnok vitorlázó Majtényi Szabolcs tartott egy nagyobb trapézos hajóval, ráadásul itt a csapat sem volt még összeszokott, nem is vitorlázták be a hajót, éjszaka mentek sötétben, tehát messze voltak az ideális körülményektől, ennek ellenére elég nagy javulást sikerült elérniük az időeredményben. És hogy a technológia fejlődése mennyire jelenti a teljesítmény növekedését, erre próbáltam adatokat hozni, tökéletesen bemutatja a többtestű szóló földkerülő rekordok időigényét, ha megnézzük, hogy néhány évtized alatt a 169 napról 42 napra csökkent az az időigény, ami alatt egy többtestű hajóval egyedül egy ember megkerüli a Földet. Radikális javulás. Kérdés, hogy meddig mehet ez még? Nyilván exakt választ nem lehet adni, ismét példákat hoznék. És a példák akkor a legjobbak, hogyha minden egyéb körülmény változatlan. Na most nyilván nagy versenyek közül kellene valami példához nyúlni. Az Amerika kupát említettem, mint egyik nagy versenyt, de ez nem jó, mert régen egy klasszikus felépítésű hajóval versenyeztek, itt látható egy ilyen, aztán áttértek a szárnyas katamaránokra, majd most egy testű tőkesúly nélküli szárnyas hajókkal versenyeznek, tehát itt nem összemérhetőek az eredmények. A Volvo Ocean Race a másik hasonlóan nagy nevű verseny, de hát itt is régen tág volt a méretkorlát, aztán 60, majd 70, majd 65 lábas hajókkal versenyeztek, most megint az IMOCA-val, korábban Open 60-asnak hívták, azonos méretű hajókkal fog menni, vagy megy a Volvo Ocean Race. Egyedül, ahol viszonylag jól összemérhetőek a dolgok, ez a már említett IMOCA 60-as osztály, ahol voltak ugyan szabályváltozások, inkább a szigorítás a biztonság irányába, de az alap adatok, a max hossz, a max merülés, és néhány ilyen doboz szabály nem változott. Ha megnézzük az eredményeket a legelső ilyen vendéglóbon, 89-90-ben, 13 tonnás hajóval indultak, 5 tonnás tőkesúlyjal, 109 napos időeredménnyel ért be a győztes. Ekkor Alain Gauthier, a következő verseny győztese, még alumínium hajóval indult. Tehát nem volt egyértelmű a kompozit egyedüli létjogosultsága. És itt a kompozit még üvegszálas kompozitot jelent. Következő versenyen Alain Gauthier már S-üveg, tehát nem az E-üveg, ami a legelterjedtebb a kompozitiparban, hanem az S-üveg a nagy szijártságú üvegszálból építették, PVC habszendvics szerkezetben, már 2 tonnát faragtak a súlyon, úgyhogy nőtt a vitorla felület, csökkent a tőkesúly, és hasonló idővel ért be emberünk. Christoph Hogan már egy karbon Nomex mésejt még könnyebb hajóval indult, még könnyebb tőkesúlyjal, érdekesség ennek a hajónak, hogy ez később magyar tulajdonba került, 5 napot javított, vagy csak nem 5 napot az időeredményen. Michel Dejoie, vagy nem tudom, hogy kell mondani pontosan, szintén Carbon Nomex Priprec hajóval, már csak 9 tonnás hajóval jelentőset javított az időeredményen. Vincent Riu még könnyebb hajóval, még rövidebb idő alatt. Michel Dejoie még könnyebb hajóval, még jobb időeredményt ért el. És hát így ment ez egész sokáig. 6,5 tonna volt Arnel Lecléche hajója,
amivel 74 nap alatt körbeért, és hát itt meg is állt a súlycsökkenés, és van egyfajta visszarendeződés. Az, hogy most a nemrég befutott vendéglóbon hosszabb lett az időeredmény, ez azért nem jelent egyértelműen kisebb teljesítményt, hiszen itt mindig az időjárási viszonyokat is figyelembe kell venni, és ilyen szempontból ez a mostani vendéglób azért nem volt feltétlenül előnyös. Plusz ugye az eredmények értékelésénél azt is nézni kell, hogy az a navigáció, az elektronika hatalmasat fejlődött, a meteorológia hatalmasat fejlődött, tehát nagyon komoly számítógépes rendszerek támogatják most már a hajózókat, nem szextánssal navigálnak, hanem GPS-szel, olyan adatokat kapnak, amire úgy tudnak reagálni, hogy közelirális szélirányú szélerőségben tudnak hajózni sokkal többet. De most az idei vendéglóbon megfigyelhető volt az, hogy hatalmas terek nyertek a nagyon nagy teljesítményű, nagyon nagy támasztószárnyal, emelőszárnyal ellátott hajók, és ahogy leértek a déli óceánra, vagy a hajók, ilyen hajók nagy része le se jutott, mert szerkezeti károkat szenvedett, vagy nem mertek csúcson hajózni velük. Pedig ideális körülmények közt kb. Másfélszeres tempóra képesek, de a régi szárnyéküli hajók meglepően jól versenyben voltak a modern szárnyas hajókkal. Vizuálisan ugyanez a fejlődés itt látható, tehát egy szinte hagyományos háromszögvitorlás, szinte hagyományos kéves hajótól indultunk. Két árbócos hajó volt utána az Elengoki hajója. A Geodisnál már jóval nagyobb denevérek, majd lassan a squaretopok megjelentek. Ha megnézitek, egyre hátrébb mentek az árbócok, egyre kisebbek lettek a sebesség növekedésével a tőkesúly konzolok. És hát itt az utolsó két hajó stílusában már nem lehet jelentős különbséget felfedezni. Ennek az az oka, hogy a legutolsó győztes, a Matrekov, ez 14-es építésű, akkor Safran hajó volt. Tehát ez az utolsó két hajó, ez egy generáció. Kicsit még itt a statisztikák, itt láthatóak az időeredmények, ami most ugye visszafordult. Érdekességképp feltettem Fanándor időeredményeit, és hát a tömeg csökkenés, most nem tudom, hogy a Matrekovnak mennyi volt a tőkesúlya, de látszik, hogy itt volt egy 10 év vissza, ami ugye valójában egy 6-7 évvel korábbi építést jelent, de most olyanok voltak a körülmények, hogy nem csak az alacsony súly számított. És hát még egy érdekesség, hogy milyen arányban fejezték be az egyes versenyeket az indulók. Most meglepően magas, 3/4-be ért a célba. Általában, amikor egy-egy ilyen gödör volt, akkor a szabályok változtatásával szigorította. Ugye míg a repülésben az abszolút biztonságra törekednek, hiszen ott nem zuhanhat le egy gép, itt a versenyhajóknál, főleg mivel profi sportolók mennek vele, szeretik feszegetni a határokat, és hogyha feszegetik, néha el is érik őket, tehát tényleg vannak tönkremenetelek. És hát az utóbbi időben rengeteg UFO van, ugye úszó konténerek, amik leestek konténerhajókról, ez az Unidentified Floating Object, nem a Flying Object, sajnos nagyon sok ütközés miatt sokan kiállnak, és hát a szárnyas megoldások szerkezeti szempontból még messze nem tökéletesek, nehezen számolhatóak ezek a dolgok, hogy mennyire nehéz a kompozitokkal számolni. Egy jóval korábbi verseny statisztikáit mutatnám, november 2-án volt a start, 3-án már válaszfalt elaminálódással volt hajó, ami kiállt, 4-én árbóctöréssel kiállt, kormánysérülés, keresztartó sérülés, árbóc alatti válaszfal. Ugye ez a fő válaszfal, a legfontosabb szerkezeti elem a tőkesúly mellett. Multi 50 flotta felek kiesett, plusz még egy hajó személyisérülés miatt, de ott ugye a kompozit tönkremenetel nem jelentkezett. Tőkesúly elvesztés, válaszfalrepedés, vízbetörés, helikopteres mentés, ez az utolsó, aki 5 napig tudott versenyben lenni. Ez látható egy-két évvel később, de ő is 2013-ban vagy 2014-ben derékba tört a hajó, elsüllyedt, tehát igen komoly szerkezeti károkat szenvedett. Hogy ez mennyire tervezési hiba, mennyire kompozit fáradási hiba, mennyire gyártási hiba, nem lehet egyértelműen általában megmondani, illetve itt a hajós hibája is felmerül, hiszen
sok olyan szempont van, hogy a hajósnak ismernie kell a hajói limitjeit. Például most limitált, korábban tetszőleges árbócot hordhattak az imokák, most a legutolsó versenyen már van design árbóc volt, tehát minden csapat ugyanolyan árbócot használhatott, és itt az árbóc terhelhetősége az valahol limitálja, hogy milyen nyomatékot lehet bevinni a hajóba. Tehát általában ugye itt az egész hajó méretezés nyomaték alapon megy, és ha egy van design árbóchoz kell a tervezőknek alkalmazkodnia, akkor vagy eleve limitálják a maximális visszaállító nyomatékot, vagy egy részét rábízzák a skipperre, és akkor rövid ideig túlterhelheti a hajót. De hogy ki mennyire érzi a határokat, ez is egy képesség. És hát akkor itt egy picit a fáradásról beszélnék, mert volt egy ilyen kérdés, hogy mennyire lehet számolni itt a kompozitok tönkremenetelével. Nem kompozit, hanem fém, méghozzá egy titán ötvözet. A kedvenc hajón volt a 12-es vendéglób futam előtt, a Safran, egy francia mérnökiroda beletett mindent a hajóba, és hát csodálatos, gyönyörű megoldások voltak rajta. Azt hiszem, hogy 3 órával a rajt után tört le a tőke súlya, tehát nem kis hiba következett be, hanem egy fatális blőtt hiba, ami brutális tervezésében tűnhet, de egy kicsit megbocsájthatóbb, ha az ember olyan szempontból nézi, hogy azért már egy földkerülés akkor benne volt abban a hajóban, tehát hogy mégsem rögtön a startnál jött egy ilyen blőtt hiba, és hát a titán ötvözetek fáradásáról azért még talán annyit nem tudunk, de összességében mégis fémek esetén valamilyen szinten leírható a fáradás. Ugye megjelenik egy repedés, számos oka lehet, a terhelés ismétlődése miatt ez folyamatosan terjed, feszültsége miatt a maradék anyag részben növekszik, és a szakítószártság elérésekor hirtelen tönkremenetel következik be. Na most a kompozitoknál ez messze nem ilyen egyszerű probléma, hogy a ciklikus igénybevétellel szemben nem lehet jól meghatározni az ellenálló képességet, hiszen nagyon komplex a tönkremeneteli mód. Statikusan is, fárasztó igénybevétel hatására meg főleg, ugye inhomogén anizotróp az anyag, és itt általában nem egy fő repedés hatására következik be a fáradás miatti tönkremenetel, hanem sokkal inkább a tulajdonságok általános romlásának köszönhető. Sok-sok mikrorepedés, sok-sok delamináció, nem lehet annyira lokalizálni ezt. A fémeknél jellemző ugye inkább az egy repedés hatására bekövetkező teljes tönkremenetel. Ugye kompozitnál a matrix repedés, delaminálódás, száltöredezés, ezáltal szálkihúzódás mind-mind hozzájárul. Emiatt nehéz megérteni, nehéz kimérni, nehéz előrejelezni a kompozitok fáradását. Ugye ezt mutatja valahol, hogy nagyjából fémekre felvehető egy ilyen fáradási görbe, addig kompozitnál ez teljesen össze-vissza megy, hiszen nem egy repedés terjed, hanem az előbb említett szempontok véletlenszerűen jelentkezhetnek. Ráadásul a szendvics szerkezetek tönkremenetele egy külön történet még, ott ugye a kihajlás, maghéjelválás, magösszeroskodása, magelnyíródása, minden ilyesmi közbeszólhat, úgyhogy még hogyha tudjuk is valamilyen szinten a monolit laminát fáradását előrejelezni, akkor még a szendvics, ami ilyen hajóknál kötelezően van, ez még bekavar a képbe és nehezíti a témát. Úgyhogy sok esetben a legjobb a tapasztalat. Következő témánk, hogy mennyire van hajóépítésben környezetbarát anyag, környezetbarát technológia. 3 példát emeltem itt ki. Arkéma, ez azt hiszem egy 17-es építésű mini transzat hajó, óceánátkelés, ez olyan, mint a gokárt az autóversenyzésben, tehát nagyon sok óceáni komoly vitorlázó így debitál. Ez ugye a terepe
a kisköltségvetésű radikális fejlesztéseknek általában, amit megjelenik és beválik, 4 vagy 8 évvel később az imokában is megjelenik. Ez termoplasztikus mátrixsal készült, valami akril gyanta alapú, és hát elég különleges megoldásai vannak, már ha csak itt a grószt nézitek, akkor egy 3D vitorlája van. Elég jó teljesítményű hajócska egyébként. Az Araldit egy részben természetes szálerősítéssel próbálkozott, lenszálat tartalmaz a hajó szerkezete 50%-ban, illetve vannak olyan törekvések, hogy szénszálas vagy üvegszálas kompozit, ahol a gyanta nem kőolaj alapú, hanem biológiai alapú gyanta, tehát megjelennek ezek az anyagok, de inkább csak ilyen demonstrációs céllal, a hétköznapi gyakorlati hajóépítésben szerintem megjelentőségük még nincs. És hát másik ilyen érdekes kérdés, hogy milyen méretig érdemes hajót építeni. Már a 70-es években egész komoly, egész nagyméretű hajókat építettek. A hivatásos hajóknál a kompozit hajók elterjedéseinek a fő terepe az aknász hajók voltak. Ugye az aknák azok jellemzően a ferromágneses hajóknál ugye a kontaktus hatására robbannak. Nyilván egy üvegszálas hajónál, ami nem vezeti az áramot, sokkal nagyobb biztonsággal lehetett közlekedni, tehát 60-70 méter körüli 700-900 tonnás aknászhajókat is építettek üvegszálas szerkezettel. Érdekességük, hogy nem szendvics szerkezetben, hanem monokokhéj szerkezetben épültek. És hát itt a költségek kapcsán is érdeklődtetek, ezek 10-20%-kal drágábbak a hagyományos acélhajóknál, de ugye az alacsonyabb tömegnek, főleg az aknászhajóknál ez a óriási előny miatt mégis az üzemeltetés kapcsán megéri. Érdekesség, hogy a Magyarországon Kaposváron volt a világ egyetlen komoly kompozit buszgyártó üzeme, jellemzően észak-amerikai piacra gyártottak, ott ugyanezt mondták, hogy 10-20%-kal drágább a kompozit busz az acélbusznál, de már egy-két év alatt a fenntartási költségek ezt az ártöbletet behozzák, amiatt nem terjedtek el mégsem, mert ugye a politika jellemzően 4 éves ciklusokban gondolkodik, és 4 éven belül viszont az a 10-20% beszerzési árkülönbség jelentősebb, mint hogy utólag gazdaságosabb az üzemeltetés. Manapság ennél lényegesen nagyobb hajókat is lehetne gyártani, de manapság már a nagyobb hajóknál, mint például ennél a hadihajónál Indonéziában teljesített szolgálatot, amit ki nem gyulladt, vagy fel nem gyújtották, szinte kizárólag szénszálból építik már. Ugyanez a trend a szélerőmű lapátoknál, minél nagyobb a lapát, annál nagyobb arányú a szénszál felhasználás, az egész nagy lapátoknál pedig csak a teljesen szénszálas struktúra oldható meg. Megvalósíthatósági tanulmány szintjén jócskán 100 méter fölötti teherhajók ötlete is felmerült, kivitelezés egyenlőre távoli. Magyarországon van ilyen jogszabályi limit, hogy például a dunai személyhajózásban valami miatt nem engedélyezik a kompozit testet. Amikor ez a Duna Express projekt nagy nyilvánosságot kapott, sajnos a mai napig nem lett belőle semmi, ugye az agglomeráció vízen történő bekötése Budapestre, akkor ott olyan tervek voltak, hogy alumínium testi katamarán hajók kompozit felépítménnyel. És hát a legnagyobb ilyen jacht vagy egyárbócos vitorlás hajó, ez a Mirabella 5 nevű hajó, erről láthattok itt néhány képet. Ekkora a szerszám, itt érdekességképpen egy emeletes busz beállt, irgalmatlan méretek vannak, ez egy lépésben injektálható, tehát hogy megfelelő előkészítéssel nincs ilyen gyártatósági méret probléma, nem kell alkatrészekből összerakni és utólag összeilleszteni, összelaminálni, illetve annyiból kell alkatrészekből, hogy nyilván a deck kit is külön készül el, nyilván a válaszfal kit is külön készülnek el. Az árbóca csak nem 90 méter, egy darabból készült el. Ez annyit jelent, hogy a Golden Gate híd alatt már bőven-bőven nem tudná átvenni. És a héja 100 tonna. Alapanyag választással kapcsolatban érdeklődtetek, hogy mit érdemes használni. Gélekről vetítettem fel egy táblázatot,
mert a gélek még egy kicsit kritikusabbak talán, mint a gyanták, hiszen az a külső réteg a gélezett hajók esetében legalábbis, karbonhajókat mi úgy gyártjuk, meg általában úgy gyártják, hogy nem kapnak gél réteget. Ugye itt a gél egy külső ilyen 0,6-0,8 mm vastag, olyan gyanta réteg, ahol a gyanta tulajdonságait módosították, tehát UV-stabilizátort, pigmenteket a kapott, szívósabb egy kicsit, mint a standard gélek, kisebb zsugorodásúak talán. Tehát ez a gélréteg felel az optikáért és az első védelemért. De a karbonhajóknál általában ilyen gélréteg helyett simán egy kétkomponensű festést hordanak fel utólag, ami drágább, de sokkal könnyebb megoldás. Visszatérve itt a gélekre, ugye a gélnek van egy vízzáró funkciója, tehát különösen fontos, hogy még ha egy gagyibb gyantát használ az ember, akkor is a gél kitűnő minőségű legyen. És itt ugye a tereftársavas gyanták a legeslegalapabbak, ezt még kézilamináláshoz sem nagyon használják, de mondjuk ilyen csőtekercselésnél ilyesminél használják, abból nem is készítenek gélt, hajót se gyártsatok belőle. Ortoftársavas gyanta, az ilyen standard alapgyanta, elég sok hajót építenek egyébként ilyenből, az olcsó tömeggyártott hajókat, de a jobbaknál már legalább a külső rétegeknél előírnak legalább izoftársavas gyantát. ISO-MPG ez a gélekre jellemző dolog, nálunk például standardben a gélezett hajók ISO-MPG gélt kapnak, és vinilészter nyitó réteget. A vinilészter ugye egy még drágább, de jóval nagyobb vegyszerállóságú anyag, és itt a víz, főleg a sós víz az ozmózis miatt, ami egy jelenség, felhólyagosodik a hajók vízbe merülő része, tehát az ozmózis elkerülése érdekében mi szigorúan mindent vinilészterrel nyitózunk, de például a motoros hajóink a jobb ellenálló képesség fáradásra való kisebb hajlam miatt és a jobb mechanikai jellemzők miatt teljes egészében vinilészterből készülnek. És nem szerepel itt a táblázatban az epoxi, léteznek epoxi gélek is, de nem kellően UV-stabilak, viszont az epoxi gyanták nagyszerűen alkalmasak hajógyártásra, csak ugye legalább 6-szor annyiba kerülnek, mint egy poliészter gyanta, de például ha karbonhajót gyárt az ember, akkor valószínűleg nem kérdés, hogy epoxi gyanta mátrixot kell használni. Tehát itt megint a hajó felhasználási módja, jellege és a költségvetés dönti el, hogy mit használjon az ember. Ha ilyenre adnátok a fejeteket, akkor azért azt javasolnám, hogy felejtsétek el az ortógyantákat. Itt az ortó és az izó között nincs olyan horror ár különbség. Legalább izóban gondolkodjatok, és legalább minél külső rétegekben. És hogy gyártáskor hogy lehet biztosítani az egyenletes fal vastagságot, és hogy nem folyik le a gravitáció hatására a gyanta, valaki feltette ezt kérdésként. Hát az egyenletes fal vastagságot leginkább úgy lehetne biztosítani, hogyha két oldal szerszámban állandó szerszámhézaggal gyártanánk, de ez ugye, ahogy említettem is, a szálltartalomnak nem tenne jót. Úgyhogy nem biztos, hogy az egyenletes falvastagságra törekszünk, illetve ahol a kiterített rétegek azonosak, és nincs mondjuk átlapolás, ott automatikusan viszonylag visszaúráson belül viszonylag egyenletes lesz a falvastagság. Egyébként meg nyugodtan változhat a falvastagság, tehát például a tőkesúly környékén ott a lokális erősítések miatt megnő a falvastagság. Pont ez a szép a kompozitban, hogy a rétegek teregetésével és irányításával le tudjuk követni a terheléseket. És hogy nem folyik ki a gyanta a laminátból. Például egy vákuuminfúziónál ugye a nyomáskülönbség hatására jut be a szerszámüregbe a gyanta, tehát a légköri nyomás nyomja be a vákummozott üregbe, és itt ez a légköri nyomás, ez azért nem lebecsülendő, ugye egy teljes vákumban 10 tonnás súlynak, vagy tömegnek felel meg négyzetméterenként, ez bőven elég ahhoz, hogy a gyantát bent tartsa a szerszámban, ha megfelelőre visszaveszi az ember a vákumot, hogy ne szívja túl szárazra
az anyagot, ha pedig kézzel laminálunk, akkor pedig a tixotropításra szükség van. Ez azt jelenti, hogy míg a víz így viselkedik, teljesen mindegy, hogy áll a pohárban a víz, vagy kevergetjük, a viszkozitása állandó. De a tixotróp anyagok, mint a lamináló gyanták, azoknak a viszkozitása csökken a nyírás hatására. Tehát ha ecsettel vagy hengerrel felkenjük egy függőleges felületre a gyantát, pár másodperc múlva megnő a viszkozitása, hiszen megszűnt a nyírás. Ez pedig ennek köszönhető, hogy a belekevert adalékanyag vagy töltőanyag, ami jellemzően egy hát erozil névre hallgató ilyen szilika származék, ezek ideiglenes hidrogénkötéseket hoznak létre a molekulák között, amit nyírás hatására fel tudnak szakadni. Tehát amíg kenjük, addig kis viszkozitású, amikor abba hagytuk, akkor megáll a felületen. Az infúziós gyanták nem tixotrópok. Tehát létezik olyan, hogy tök ugyanaz a gyanta, csak az egyik tixotropizált, a másik nem. És hogy egy kicsit a hajótervezésről is beszéljek, hogy mi a folyamat, a formatervezés, hogy milyen szempont, hol kapcsolódik be az egész történetbe. Maga a hajótervezés az nem egy lineáris folyamat, ahol elindulunk valahonnan és végigmegyünk egy úton, hanem sokkal inkább egy spirál. Nagyon jó könyv ez a Principles of Yacht Design, annak idején volt szerencsém itt a szerzőktől tanulni, még Svédországban, Göteborgban, és ebben a könyvben szerepel, itt a számok a fejezet számot jelentik, tehát van egy brief, az ember csinál egy skiccet, valószínűleg ennél a skicnél még a hasonló hajók adataiból indulunk ki, tehát hogy megnézzük, hogy ha 30 lábas túrahajót csinálunk, akkor az 3-3,5 tonna lesz, rajzolunk egy adott hosszúságú, adott szélességű hajót, arra csinálunk egy nulladik hidrosztatikát, megnézzük, hogy ahol vár szeretnénk az úszás helyzetet, a víz alatti térfogata mekkora, ha nem ennek a 3-3,5 tonnának megfelelő, akkor módosítunk rajta, utána elkezdjük berendezni mondjuk a falakat, merevítő falakat betenni, az alkatrészeket, a tőkesúlyt, a csörlőket, tehát főleg nyilván először a nagyobb súlyokat, utána finomítjuk a súlytáblázatunkat, az alapján tudunk egy pontosabb hidrosztatikát csinálni, ez alapján felül tudjuk bírálni a geometriánkat, akkor már elkezdjük a struktúrát hozzárendelni, tehát egy előzetes rétegtervet. Nyilván, ha már vannak rétegterveink, tudunk négyzetméter súlyokat, akkor már ezeket a négyzetméter súlyokat is hozzá tudjuk rendelni a súly számításhoz, ami a hidrosztatika alapja. Utána már esetleg mechanikai vizsgálatokat is végzünk, vagy ellenőrzéseket, ha szükséges, akkor a tervezett rétegrenden módosítunk. Nyilván, hogyha plusz két réteget bele kell tenni, ami mondjuk négyzetméterenként plusz 3 kilót jelent, vagy plusz 2 kilót, akkor ezt a súlyszámításnál figyelembe kell venni, a hidrosztatikánál figyelembe kell venni. Tehát futjuk a köröket sokszor-sokszor körbe-körbe, és egyszer végül megérkezünk a célhoz. Ehhez léteznek célszoftverek, amik nagyon megkönnyítik a munkát. Például itt látható egy ilyen stabilitás görbe, ahol megadott lépésekben, itt 5 fokos lépésekben kiszámolja magától az úszás helyzeteket a szoftver. Meg lehet adni, hogy engedélyezzük az eltrimmelődést, vagy sem. Itt az eltrimmelődés ugye arra vonatkozik, hogy mivel nem szabályos a geometriánk, hogyha elkezd dőlni a hajó, akkor jellemzően az nem a hossztengelye mentén dől, hanem elkezd orra is bukni. Minél inkább háromszögformájú a hajónk, annál inkább orra bukik. Tehát itt látható mondjuk egy konkrét ilyen számítás, ahol az eltrimmelődés mértéke is látható, a visszaállító nyomatéknak a karját adja ki, tehát ez itt egy nyomatéki kar görbe, amit a tömeggel felszorozva kapjuk ugye a nyomatékot. És hát itt látható egy ilyen standard hidrosztatikának a különböző adatai, koeficienseket számol azonnal, ezek az LCG, ez a Longitudinal Center of Gravity, de ugyanez transzverzálban is, vertikálban is kiadódik. Ugye az a nehéz a hajótervezésben, hogy nem az van, mint egy autónál, hogy letesszük és az úgy áll. Nyilván ott is attól függően, hogy hol terheljük, egy picit valamelyik rugó lehet, hogy jobban benyomódik, de egy hajó egészen biztosan úgy fog úszni,
hogy a felhajtóerő középpontja és a tömegközéppont az egymás alá fölé essen. Na most annak érdekében, hogy a hajó úgy ússzon, ahogy a tervezésnél szerettük volna, azon a vízvonalon ússzon, a mi feladatunk, hogy a tömegközéppontot és a térfogat középpontot összehangoljuk. És emiatt kell ez a sok-sok spirált megtenni. Itt pedig egy súlytáblázat, ami a felület alapján, felületekhez rendelhető négyzetméter súlyok alapján LCG-t, PCG-t, VCG-t számol. Tehát a célszoftverek nagyon-nagyon megkönnyítik a munkát. Itt mutatnék erre egy példát, ez a 20-as hajónknak egy döntés próbája. Tehát itt a szoftver kiszámolja azt a síkot, azt a vízfelszínt, amiben ezekkel a megadott adatokkal, ahogy a hajó úszna, itt látható az eltrimmelődés. Ugye az orra most már mélyebben van. És ezzel pillanatok alatt ellenőrizhető, hogy például ha itt van egy dekablak, akkor azt eléri-e a víz, vagy sem. Nyilván ez hidrostatika, tehát a hullámzást itt még semmilyen szinten nem veszük figyelembe, és a menet közben keletkező erőket, dinamikus hatásokat nem veszük figyelembe. Ezeket is figyelembe lehet venni, akkor már a hidrodinamikára rátérünk. Itt a 26-os egyik átalakított egyedi építésű hajónknak egy ilyen CFD szimulációját láthatjátok. Svédországban készítette egy srác, de pont most egy magyar csapattal beszélgetünk, hogy ne kelljen már Svédországba menni ilyen szimulációkért. Az a nehézség ebben az egészben, és ez a szépsége is az egésznek, hogy itt minden mindennel összefügg. Ugye elindul a hajónk, elkezd rajta dinamikus felhajtóerő ébredni, megváltozik az úszás helyzete, de elkezd megdőlni. Ahogy elkezd megdőlni, elkezd a szárny beleérni a vízbe, azon elkezd erő ébredni. Az az erő, az visszaállítja egy kicsit a hajót, vagy elkezdi emelni, megváltozott a hidrosztatikánk. Ráadásul közben ugye eltrimmelődik a hajó, az eltrimmelődés hatására változik a szárnynak az állásszöge. Emiatt változik a rajta ébredő erő. Arról akkor még nem is beszéltem, hogy a szárny, ahogy elkezd deformálódni a rajta ébredő erő hatására, mivel a geometriája sem szabályos, plusz a kompozit szerkezet miatt az egész ugye nem izotróp szerkezet, nem kiszámíthatóan deformálódik, illetve hát szimulációt igényel, hogy fog deformálódni. Tehát a deformáció hatására elkezd csavarodni a szárny, emiatt is változik az állásszög. Tehát egy iszonyatosan dinamikus, iszonyatosan sok tényezős ez az egész történet, és ezt így végigmondva már meg is érti az ember, hogy mondjuk egy Amerika Kupa hajónál miért dolgozik 70-80 mérnök éveken keresztül sok tízezer vagy sok százezer munkaórát csak a szimulációkon. És itt még csak a szárny deformációjáról beszéltem, a hajótest deformációjáról nem, a vitorlák deformációjáról nem, a hullámokról még egyáltalán nem, tehát hogy irgalmatlan összetett a dolog. Nyilván nem lehet ezt ilyen szinten alaposan végigvenni, hanem egy-egy kiragadott esetet próbálunk vizsgálni, és az abból nyert tapasztalatok alapján logikailag visszakövetkeztetni, és ahhoz szükséges lépéseket megtenni. Itt pedig egy cikkből, elég öreg cikk már, de egy tőkesúly réteg optimalizálással foglalkoztak. Ugye attól függően, hogy a tőkesúlynak a bulbája hol helyezkedik el, a bulba közép, tömegközéppontja hol helyezkedik el ehhez a tőkesúly konzolhoz képest, attól függően előre vagy hátra csavarja a konzolt. És ez a csavarás ugye megint egy dőléstől függő állásszögváltozást jelent. Ami állásszögváltozás a hajó eltrimmelődéssel további változást jelent, ami a rajta ébredő erő irányát is megváltoztatja, meg a nagyságát is. Tehát igenis voltak már évtizedekkel ezelőtt is ilyen törekvések, hogy megfelelő deformációt adni egy kompozitnak. És erre egy tök jó példa szerintem, és nagyon jól érthető, és ráadásul magyar vonatkozása van. Molnár Ferenc, aki most a Carbon Composite Kft-t vezeti, ő volt az F2-nek a fejlesztési igazgatója a 80-as években Ausztriában. Ez az F2 ugye szörföket gyártó igen komoly cég, és akkoriban még ezek a sima Lexan, azt hiszem az ABS anyag, sima Lexan szkegeket használták. Ugye a szkegnek az a funkciója egy szörfdeszkánál,
hogy a rajta ébredő erők hatására a deszka oldal csúszását megakadályozza. De ahogy egyre nagyobb erők ébredtek rajta, egyre nőtt a homogén izotópanyagból készült szkegek állásszöge. Ahogy nőtt az állásszög, tovább nőtt az erő, és katasztrofálisan tönkrementek a szkegek, törtek. És a Feri vezetésével volt akkor egy olyan kutatás, de nem számításokkal, hanem empirikusan, hogy különböző rétegrendeket kompozit szkegeknél kipróbáltak, és eljutottak oda, hogy a szkeg görbületének a növekedésével az állásszög csökkent. Magyarul egy önszabályozó szkeget hoztak létre, és emiatt van az, hogy a mai szörvdeszkáknál már nem kell félni a szkegtöréstől, inkább csak, hogyha sziklával vagy valamivel ütközik az ember, akkor törnek a szkegek. És akkor a formatervezéssel kapcsolatban volt még valakinek egy kérdése, hogy befolyásolja a forma, vagy hol kapcsolódik be a formatervezés. Itt most egy konkrét példát mutatnék megint a 26-osunkról, hogy funkcionálisan összeraktuk valahogy a hajót, itt már egy későbbi stádium látható, már a kormánylapátok rögzítésére is gondoltunk, már a foknak a sínje megjelenik. Hoppá, itt hiányzik egy ábra, de korábban mutattam ábrát itt a renderelt képről, bocsánat, itt egy kis technikai malőr van, tehát hogy kb. Ezt az állapotot adtuk át a Benzsel Tamás kitűnő formatervezőnek, aki kompozithoz értő kézzel, tehát az alámetszéseket lehetőleg kerülve, kezdte el átgyúrni. Megbeszéltük azokat a határokat, hogy min módosíthat, mi az, amihez ne nyúljon, például itt ez az övvonal, ez legyen fix, de azon belül, hogy valahol letör vagy lekerekít valamit, annak nincs különösebb jelentősége, és ilyen formán, bár nem minden hajónknál kértük az ő segítségét, hanem valami teljesen saját munka, de ilyen formán tök jól lehet egy formatervezővel együtt működni, csak meg kell határozni azokat a határokat, hogy kinek meddig tart a hatásköre. És akkor itt a formatervezés a szerszámozással is összefügghet, hiszen például a szerszámozásnál, ha nem 3D felületeket, hanem 2D-be kiteríthető, azaz egy tenger mentén görbült felületeket lehet építeni, akkor sokkal gyorsabb és hatékonyabb a szerszámozás. Az 5.3-as kishajónkról hoztam egy-két példát. Itt a ősminta tervezésnél volt néhány szempont, nem abból akartuk csinálni, hogy ezek az aprólékos részletek jól megjelenjenek. Minél több 2D elemet szerettünk volna, hogy hatékonyan gyorsan lehessen szerszámozni, ugyanakkor gépméretéhez képest minél kevesebb darabból álljon az ősminta, hogy ne menjen el a pontosság. Ezért egy ilyen lehámozott formát csináltunk, minél vékonyabb szeletekből, könnyű legyen, gyors legyen, olcsó legyen az építés, mondjuk az ilyen vékony szeletek ugye az alaptartásnak nem tesznek jót, ezért végül így raktuk össze a struktúrát, az itt látható részek, ezek 2D-be kiterített formák, forgácsabból pillanatok alatt ki lehetett marni, és csak a többi részét kellett 3D matfelületekkel felöltöztetni. És még egy konkrét példa itt az 5.3-as kis hajónknál a formatervezés kontra gyártás, illetve szerszámozás. Ez volt az első formaterv. Egyben lett volna az ülés meg a kormányállás, ami annyiból tök jó, hogy kevesebb darabot kell összeszerelni. De aztán tovább gondolva a dolgot, például itt ez a keskeny kis keresztmetszetű rész megnehezítette volna az egész munkát, hiszen például egy beragasztás előtt nem kellően merev, nem kellően stabil héjat mozgatni, ahol itt mondjuk kirepedezhet a gél, rosszabb lett volna. Ezért végeredményben ennél maradtunk, hogy külön kormányállás, külön ülés, közben bekerült az ülés geometriájába a hátsó vontatószem. Talán látható, hogy egy ilyen hosszú tárolódoboz lett volna, lerövidítettük, mert olyan kicsi keresztmetszet, vagy olyan kicsi térfogat lett volna ott belül, hogy inkább csak a közlekedést akadályozta volna, a gyakorlati funkciója nem lett volna. Tehát ez lett a végleges, és hát így néz ki a megépített hajó, az Enne Bogennek készítettük ezt konkrétan, úgyhogy amiatt ilyen zöld színű. És egy alkatrészt emeltem ki itt az osztásokkal kapcsolatban. Ugye, ja, bocsánat, itt van még egy részlet, hogy a formatervező ilyen dizájn elemet tett rá, hogy ilyen kis szarvacskái legyenek a
a kormányállásnak ezt ennyire sikerült visszafaradni, hogy ne legyen annyira bonyolult a forma, és ne legyen ott alámetszés alatta, de hát így is még itt a piros rész ugye alámetszés, tehát jobbos-balosra kellett osztani a felső részt. Lehetett volna az egészet jobbos-balosra osztani, de inkább azt csináltuk, hogy mivel egy polcot úgy is akartunk belerakni, külön vettük az alsó részét, és a felsőt meg ehhez hasonlóan jobbos-balosra osztottuk. Nyilván minden osztott szerszám az nyűg, mert az illesztési vonal látszódni fog, sorja lesz ott, el kell tüntetni, el kell polírozni. Ha vákumozik az ember, akkor ugye ott átszívhat, falsot szívhat, tehát azért lehetőség szerint minél egyszerűbb formákban kell gondolkodni. Protóépítésről, hatékonyságról kérdeztetek még. Ugye a fémépítés meg a faépítés esetén említettem is, hogy nem kérdés, hogy egyedi építés van. Kompozit esetén is lehet egyedi építésben gondolkodni. Ez nem saját építés, ez egy új-zélandi csapat épített egy evezős hajót, egy építőkeretet ugyanúgy létrehoztak, a szerkezeti habmagot beleszapták, belülről meglaminálták, kimerevítették, és utána már ki lehet venni ebből az építőkeretből, hogy a külső héját is lelaminálják. Amit itt a protó kapcsán érdemes elmondani, hát nekünk az a tapasztalatunk, hogy egy 4-5 hajó után áll be a végleges, tehát, de hál' Istennek eddig soha nem volt olyan, hogy a protó olyan szinten rossz lett volna, hogy nem lett volna alkalmas használatra. Inkább olyan szintű variák vannak, hogy például a 18-as kis hajónknál először a kötélfogókat az ülőfelületre feltettük, hogy kéznél legyen, de menet közben kiderült, hogy abba az irányba olyan nehéz erőt kifejteni, hogy az ember a klembe betegye a kötelet, hogy inkább a hajó belsejébe áthelyeztük a klemmeket. Ez egy kis sablon átalakítást igényelt, mert egy placot ki kellett alakítani ott a klemmeknek, de ezek minimális szerszám átalakítások szerelvényezést illetik, vagy szerelvényezés vonatkozásában jelentkeznek. Struktúra kapcsán is lehet ilyen. És erre hoztam példaként a 26-os hajónkat, hogy ez egy felhúzható tőkesúlyos hajó, és van egy belső merevítő szerkezete, amin belül helyezkedik el a tőkesúlyt fogadó tölcsér, egy ilyen kúpos rögzítése van, és ott gondolkodtunk rajta, hogy hogyan, milyen formán kössük be az alap merevítő szerkezethez ezt a tölcsért, és volt egy kevéssé biztonságos, meg egy biztonságos megoldásunk. Úgy döntöttünk, hogy a kevéssé biztonságos építjük meg először, hogy lássuk, hogy mi a helyzet. Ha az atombiztos, de sokkal nehezebb megoldást választjuk, akkor soha nem tudjuk meg, hogy szükséges-e az. És kikötőben ledöntöttük a hajót, elkezdtük rángatni, hogy berengjen a tőkesúly, közben belülről néztük a deformációját ennek a tölcsérnek. Nem lett semmi szemmel látható repedés, roncsolásmentes anyagvizsgálatot nem végeztünk, de nem volt olyan kritikus a helyzet, viszont arra jó volt, hogy megmutatta, hogy inkább ez így nem megnyugtató, betettük a nehezebb megoldást, de mivel úgy is falakból utólag kézilaminálással van ez összerakva, ez egy pici kényelmetlenséget jelentett, hogy nem előtte a műhelyben, hanem már a kész hajón került be, és a második hajótól ugye már a műhelyben betesszük ezt. Hasonló volt a helyzet az egyik Priprek hajónknál, a Priprek építés miatt ugye a rétegvastagságok kisebbek, mint a vákuuminfúziónál, és egyik csörlő alatt, vagy hát a csörlő nagy terhelés hatására mozgott egy kicsit. Simán kibírta a max terhelést is, de úgy optikailag nem nézett ki jól, hogy mozog, meg a túl nagy deformáció azért valószínűleg a fáradást jobban elősegíti, és ott is utólagos ráerősítéssel orvosoltuk a hibát, terveken átvezetjük, de a nagyoknál is ezt látjuk, most franciáknak építünk mi is, és itt is ez az ötödik hajó, ami épül, és eddig még nincs két egyforma, de hál' Istennek olyan kismértékű módosítások vannak, hogy ez a van dizájnságot nem befolyásolja. Egyéb innovatív anyagokról kérdeztetek még, vannak. Itt például hát itt vulkánszálnak mondják, ugye bazaltszál valószínűleg, építettek ilyenből is hajót, tök jó bazaltszálak is léteznek. Nem terjedt el, főleg azért nem, mert egyelőre a szabályozási hátterel nem kidolgozott, tehát itt ugye rengeteg ISO szabványnak célszerű megfelelni, és ezek az ISO szabványok nem kezelik a bazaltszálat,
akkor gyártóként nincs egyszerű helyzetben az ember. De innovatív anyag bizonyos szempontból, például a sima HDPE is, mint anyag nem innovatív, de mint hajóépítésre használt anyag, egyre nőnek a méretek, eleinte ugye csak kajakokat, kenukat csináltak ilyen anyagból, most már egész komoly vitorlásokat is, nagysebességű hajókat és munkahajókat. Ja, bocsánat, volt még egy kérdés a lékesedésről. Hál' Istennek itt a kompozitokról azt lehet mondani, hogy szinte 100%-ban javíthatóak. Ugye a szálaknál létezik egy olyan dolog, hogy kritikus szálhoz, és hogyha kompatibilis a szál a gyantával, akkor egy pár tized milliméter hosszú szál, az már hosszú szálas erősítésnek tekinthető, tehát ott már teljes egészében ki tudjuk használni a szálban rejlő összes lehetőséget. Emiatt, hogyha bármi tönkremenetel van megfelelő méretben, roncsásmentes helyig visszacsiszolva, kúposan visszacsiszolva, gyakorlatilag 100%-os jósági fokkal javíthatóak a hajók, úgyhogy ez egy nagy előny a fémekhez képest, hogy kellő szakértelmmel, kellő alázattal, kellő odafigyeléssel gyönyörűen javíthatóak. Modellkészítés, makettkészítéssel kapcsolatban volt egy kérdés. Hát a kézilaminálás nem igazán alkalmas arra, hogy 45 centis modellt. Nem tudtam itt, hogy tényleg modellre, vagy inkább makettre gondoltál-e, mert ugye említetted, hogy nagyon sok aprólékos részletet kéne megjeleníteni. Modellnél azért arra kell törekedni, hogy ne legyenek aprólékos részletek. Makettnél meg nem kompozitot használni, hanem inkább tömörre megcsinálnám műfából kimarva, esetleg az aprólékos részleteket 3D nyomtatott alkatrészekkel. Modellt célszerű laminálva készíteni. Hulladékokkal, maradékanyagokkal kapcsolatban volt még kérdés. Sajnos a kompozitok újrahasznosítása nem jól megoldott, illetve gazdaságilag nem kifizetődő. Tehát egy-két ilyen nagyméretű shredder üzem már van Európában, amik irgalmatlan kapacitással felaprítják a kompozit hulladékot, és ezek ugye útalapba tölthetőek, sokkal jobb hasznosításuk nincs. De egyszerűen a logisztikai költségek olyan magasak, hogy nem biztos, hogy megéri. Az egyetlen szerencsés dolog, hogy ugye kitérhálósodban azért már nem annyira veszélyesek ezek az anyagok, tehát gyakorlatilag felaprítják és simán kukázzák a leselejtezett hajókat, illetve a gyártás utáni olyan anyagokat, mint mondjuk egy gyantavezető háló, amiben megkötött a gyanta, tehát már nem veszélyes anyag. A veszélyes anyagot, tehát az edényeket, nem jól megkötött anyagokat, az pedig veszélyes hulladékként kell kezelni. Köszönöm szépen a figyelmet! Kicsit hosszabbra nyúlt, mint terveztem volna, de az én időm korlátlan, úgyhogy ha kérdéseitek vannak, akkor bátran. Nagyon köszönjük ezt a színvonalas előadást. Azt szeretném elmondani, hogy ha valakinek van kérdése, azt olyan módon bonyolítsuk le, hogy ezzel a kis kézfeltartással jelezze, és akkor úgy felszólítjuk majd azt, aki éppen szeretne kérdést feltenni. Én itt meg is ragadnám az alkalmat, hogy feltegyem a saját kérdésemet. Nekem az lenne a kérdésem, hogy legjobb tudásom szerint ugye fémből, illetve habokból készülhetnek ezek a mély sejtpanelek, de igen, hogy mi az az anyag, ami a leginkább elterjedt így a hajógyártásban? Hát a hajógyártásban ugye szempont az, hogy elegendő zárt térfogatot vigyen az ember magával. Szoktak ugye ilyen légkasznikat is betenni, ami addig jó, amíg nincs lékesedés. Na most a zártcellás hab az azért nagyon jó, mert nem csak szerkezeti elem, hanem egyben zárt térfogat is. Tehát például nálunk a 26-osnál csak ami struktúrálisan hab benne van a hajóban, az már önmagában olyan térfogat, hogy nem tud elsüllyedni a hajó. És emiatt a PVC habok a legelterjedtebbek. Korábban a lineáris PVC hab volt, főleg a nyílt tengeri hajóknál, legalábbis a víz alatti részen, de mivel annak a gyártása elég költséges és nem annyira egészséges, abszolút a térhálós PVC habok irányába ment el a piac az elmúlt időkben.
és a PET habok hatalmasat fejlődtek az elmúlt 10 évben, tehát a PET haboknak a mechanikai jellemzői egy picit még elmaradnak a PVC habok mögött, viszont a gyanta felvétele egy cseppet alacsonyabb, így összességében már nem biztos, hogy nehezebb lesz egy PET habból épített hajó, illetve a balza mag nagyon népszerű volt még, de sajnos az azért idővel probléma forrás lesz. Nálunk például ez egy ilyen céges policy, hogy hajóba fát nem teszünk. Tehát a balza, ott is ugye szálirány az merőleges a felületre ezeknél a balza maganyagoknál, tehát a habokhoz képest lényegesen jobbak a balzának a mechanikai jellemzői, de bárhogy víz jut be, akkor kirohad az egész, és szinte javíthatatlan. Köszönöm szépen. Illetve, bocs, még egy kiegészítés, hogy nagyon sok olyan maganyag van, angolban van inkább különbség, hogy core material, vagy bulking material, itt a bulknak hívják, ez a kormet, vagy szorik jellegű anyag, amik gyantával átutatható maganyagok, és a mechanikai jellemzőik valahol félúton vannak, egy könnyű szendvics mag és egy tömör laminát közt. Tehát könnyebb és vastagabb, ezáltal merevebb struktúrát hozhatunk létre, mint monolit héjlaminátként ezek használatával, de egy szendvicshez képest nehezebbek, ellenben nem is olyan sérülékenyek. Jó, köszönöm szépen. Érkezzetek bátran. Ha jól látom, Serke Áronnak van kérdése, ő nyugodtan tegye fel. Hello, hello. Hello, tessék, hallotok? Rendben? Igen, igen, igen. Szevasz. Szia. Én arról szeretnék kérdezni, hogy sokat beszéltél a vendéglóbról, és egy kicsit így az előadás végére gondoltam egy ilyen nehéz kérdést megkérdezek, hogy láttuk ugye a foil technológiát, hogy mekkorát fejlődött ezeken a hajókon. Uh-huh. Eléggé nagy folylok volt a nagy részt, hogy aminek hát visszaérve sok mindenki azért sok dolgot levont a következtetéseket, hogy lehet, hogy valószínűleg túlságosan nagyon akarnak repülni ezek a hajók, hogy szerinted mi lesz az irány, a következő irány? Valószínűleg én nagyon sajnálom, hogy a Hugo Boston egy kisebb foly volt, hogy ő nem jutott le a déli óceánra. Nem tudom, erről van valamilyen véleményed, hogy mi lehet a következő irány? Esetleg. Hát, amit én jó iránynak tartok, az pont itt a Lossitannak a szárny megoldása. Ugye nem repült olyan látványosan magasra ez a hajó, mint mondjuk a Boss vagy némelyik másik hajó, de pont emiatt egy sokkal stabilabb repülésre képes. Az, hogy a lenti óceánon a hullámviszonyok olyanok, hogy nem merték nagyon megereszteni, vagy az, hogy az elején néhány hajó kiesett, és inkább óvatosságból húzták be a kéziféket, vagy emberileg ez egyedül teljesíthetetlen, hogy tényleg komolyan hajtsák ezeket a hajókat, ezt nem tudom megmondani. Az biztos, hogy szerkezetileg itt még jócskán van hova fejlődni, hogy nyugodt szívvel terhelhetőek legyenek. Tehát itt nem nagyon hiszek a szuperkönnyű hajókban, mert itt már olyan brutál erők vannak. Áron egyébként pont ezen a FLAR 26 RR-en elég komolyan vitorlázott, úgyhogy azért itt a... Hát hallottam a nevedet is, de mindenképpen akartam hallgatni az előadásodat. Jó, köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm én is.
bátran, hogyha bárkinek bármi felmerült, akkor neki mélyetek. Ilényi Blankának is lenne kérdés, illetve érkeznek sorban a kérdéseknél. Igen, szia! Igazából itt az előbb beszéltél itt a szendvics szerkezetekről. Nekem az lenne a kérdés, hogy ezt hogy kell elképzelni mondjuk egy flárnál, hogy hányféle szendvics szerkezetet használtok egy hajóban, illetve mi dönti el, hogy hol, miért alkalmaztok? Általában az alsó hénál egy vagy maximum kétféle szendvics magot használunk. Példaként a 18-ast említeném, hogy eleinte ez az előbb említett szorik maggal készült, 3 mm szorik maggal, de utána átálltunk a parafára. A parafával könnyebb szerkezetet tudunk építeni, és van hátránya is, mert nagy deformációknál könnyebben delaminálódik. De egyszerűen ez a delaminálódás olyan nagy deformációnál következik be, ami már bőven-bőven kívül esik a normális használati tartományon. Viszont a kritikus helyekre, és ilyen kritikus hely például a Schwertház környéke, vagy ahol a dekkel találkozik az alsó hely, tehát itt a tükrön a ragasztóterem, vagy ilyen kritikus hely az orrsudárnak a bekötési pontja, vagy ilyen kritikus hely a vantmi tartónak, tehát az állókötélzet rögzítésének a bekötése, oda szorikot teszünk, mert a nyomószilárdsága sokkal jobb, tehát azon nyugodtan lehet mondjuk keresztül csavarozni, meg megterhelhetőbb. Jellemzően egyébként egy habmagot használunk, ha habot használunk. A decknél ott viszont teljesen széles a spektrum, tehát általában ugye a nagy sík felületek kapnak egy vastagabb hab vagy mésejt magot, nyilván a merevség növelése érdekében, és a szerelvények alatt pedig attól függően, hogy milyen terhelésű az adott szerelvény, vagy ilyen szorik magot, vagy nagy testsűrűségű habot, vagy az extrém nagy terhelésű helyeken, ott pedig tömörlaminátra átváltunk, tehát mondjuk az árbóc talp alatt, a csörlők alatt, ott csak tömörlaminát van, ott semmiféle maganyagot nem engedhetünk meg. És emiatt meg hát ott a vastagságok is változnak, tehát nyilván a nagyobb sík felületeken vastagabb habnak, a kisebb felületeken vékonyabb is elegendő, úgyhogy ez erről ilyen sok-sok rajzos, 2D-s rétegelési rajzokat készítünk, ahol lépésről lépésre a kollégák a műhelyben le tudják követni, és hát tényleg ez egy puzzle, amikor csak a száraz teregetést végzik. Köszönöm szépen! Lukács Norbertnek lenne kérdése még, úgy látom. Szia, nekem egy olyan kérdésem lenne, hát ez nem pont ide kapcsolódik, hogy egyébként ez a cég fogad szakmai gyakorlatra diákokat esetleg? Adott esetben igen, keresd meg. Jó, rendben, köszönöm szépen. Köszönöm. Ennyi lett. Gergő, ez a kérdésed lehet. Szia, én azt szeretném kérdezni, hogy egy általánosságban a kompozit ipar terén mit gondolsz, hogy a természetes szálaknak mennyire lehet szerepe, milyen fejlődési potenciál lehet bennük a következő években? Nehezebb kérdezel. Igazából a 90-es évektől volt egy második reneszánszuk a természetes szálaknak, tehát 90-es években Németországban jelentek meg főleg az olyan cikkek tömegesen, hogy az autóipar mennyire elfelé terelődik, ugye kalaptartók, csomagtérburkolatok, és csomó olyan helyen kezdték használni.
ahol nem elsődleges szerkezeti elemekről beszélünk. De ezt megelőzően, ugye, ha már csak egy trabik hasznira gondol az ember, az is végül is természetes szálnak tekinthető, tehát hogy ez már nem egy új dolog volt. 2000-es évek elejéig nagyon ment az, hogy a természetes szál ugye kisebb szártságú, ám a sűrűsége is alacsonyabb, mint az üvegszálnak, így végeredményben hasonló mechanikai jellemzők érhetők el. A fő problémát itt szerintem az állandó minőségbiztosítása jelenti. Tehát, hogyha szeretné az ember olyan irányba elmozdulni, hogy nem burkolati elemet gyert, hanem ténylegesen szerkezeti elemet, amit méretezni kell, akkor abban nehezen fér bele, hogy tavaly keveset esett az eső, szarabb a tavalyi szál, mint a tavaly előtti. Nyilván ezt lehet különböző anyagok keverésével statisztikailag egyensúlyozni, meg nyilván kell is felé előre mozdulni, hogy minél több helyen használjuk őket, de én egyenlőre most annyira nem hiszek ebben vagy nem vagyok olyan hurrá optimista, mint mondjuk 20 éve, hogy itt 10 éven belül, ahol csak lehet az üvegszárat kecseréjük lára megkendelre. De azt is hozzátenném, hogy ez volt a témám annak idején, de nincs most már olyan rálátásom, mint annak idején volt, mert nem ebben élek, úgyhogy nem biztos, hogy teljesen napra kész vagyok itt a dolgokkal, ez inkább csak egy ilyen személyes vélemény volt. Köszönöm szépen! Köszönöm. Én is kérdeznék akkor egy gyorsat. Pár mondat erejéig érintetted a hőre rányuló matrixú kompozit anyagoknak az alkalmazását, de hogy nem elterjedt. Mi ennek az oka, milyen korlátai vannak ezeknek a matrixoknak, ami miatt nem elterjedt használtuk? Gondolok itt akár poliamidra, kapralaktánból, vagy bármilyen egyéb alternatív megoldásra. Uh-huh. Hőrelágyuló, az szerintem már egészen elterjedt, de nem kompozitként. Tehát ezek a HDPE-el rotomoldít hajók iszonyatosan terjednek. Fő hátrányuk ugye az, hogy messze nem lehet úgy megfeszíteni mondjuk az állókötélzetet, nem lehet olyan alapstrekket adni. Ez ugye a teljesítményére is kihat a hajónak, viszont óriási előnye, hogy tönkretehetetlenek. Tehát, hogyha a kavicsos partra kihúzzák, akkor főleg a gyerekeknél vagy kölcsönzős hajóknál ez felülmúlhatatlan erőny, sokkal többet kibír, mint bármelyik kompozit. Kompozitban a hőre lágyulók. Egyenlőre szerintem a hőre lágyuló kompozitok ugye sokkal nagyobb képesítettséget igénylő dolgok, sokkal komolyabb szerszámozást igényelnek, fűtött szerszámot, stb. Ami a hajóépítés léptékében még nem lenne kifizetődő. Ez az Arkema Mini 650-es, amit felvetítettem, ez egy érdekes kezdeményezés, de nem tudom pontosan, hogy itt az, hogy termoplasztikus akrilátgyantát használtak, hogy ez pontosan mit jelent, mert csak itt a feltett kérdések kapcsán kezdtem el utána googlizni, és úgy bukkantam erre rá, de megpróbáltam rámenni az alapanyag adatlapjára, és azóta eltávolították. Lehet, hogy valahol még fent van, de legalábbis itt a Arkema honlapjáról nem volt elérhető. Na most, hogy ennek mi az oka, hogy kiderült az alapanyagról valami, hogy hosszú távú jellemzői, vagy UV-ra nem úgy viselkedett, vagy egyszerűen ez csak az internet bugyraiban eltűnt, nem tudom megmondani, de biztos, hogy egy érdekes terület lesz, ami egyre inkább szerepet kap, de talán nem a hajóépítés a legmegfelelőbb terep ezeknek a berepülésére. Igen, nagyon szépen köszönöm. Szóval is.
nem tudom, hogy van-e még kérdés esetleg bárkinek. Jó, rendben. Hát, hogyha nincs, akkor szeretném még egyszer megköszönni, hogy elfogadtad a felkérésünket. Nagyon színvonalas volt, nagyon élvezetes. Köszönjük szépen. És hát, akkor további szép estét szeretnék mindenkinek kívánni. Én is köszönöm a figyelmet és a meghívást, és legyetek jó, vigyázzatok magatokra. Köszönjük szépen. Sziasztok. Sziasztok. Köszönjük szépen. Köszönjük, sziasztok. Köszönjük. Köszönjük ezt az előadást.